Az Ukrajnában tartó háború miatt a fiatalabbak jelentős része elvándorolt Kárpátaljáról, mondta Bocskor Andrea, európai parlamenti képviselő nemrég Nyíregyházán egy konferencián. A képviselő szerint a határmenti közös programokban is gondolkodniuk kell a szomszédos megyéknek azon, hogyan tudják megtartani a versenyképes tudást és a fiatal lakosságot. Jelenleg nincs az a feszült hangulat, mint amikor a mobilizációs hullámok zajlottak, de szembesülnünk kellett azzal, hogy ennek oka nyomán nagyon sokan elhagyták a területet. Akár ideiglenesen dolgozni mentek külföldre, akár tanulni, és esetleg kinn is maradtak nagyon sokan. Ebből kifolyólag például a tanári állások, nagyon sok betöltetlen tanári állás van. Ezért kell arra fókuszálnunk, hogy most a meglévő közösség megtartása, fejlesztése és gyarapodása induljon el. Ennek vannak perspektívái, ugyanis a magyar kormánytól egy nagyon nagy támogatást kapott Kárpátalja, amelynek köszönhetően elindulhat egy olyan gazdaságfejlesztési program, ami hosszú távon a vállalkozásokat segíti, a családi gazdálkodókat, illetve mindazokat, akik otthon szeretnének boldogulni. A témát folytatjuk a stúdióban. Grezsa István kormánybiztos úr a vendégünk. Jó estét kívánok! Egy nagyon picit vissza kell menni az időben, és arról kell beszélni, hogy 2010 után új irányok alakultak ki a nemzetpolitikában. Hogyan alakultak tehát ezek az új irányok? Mit jelent ez az irányváltás? Hát alapvető az, hogy megkezdődött a nemzetközi jogi egyesítése. Már több mint 800 ezeren tettek állampolgársági esküt a világban élő magyarság köréből, nyilván elsősorban a Kárpát-medencéből, és létszám arányosan a kárpátaljaiak nagyon az élen mozognak a állampolgárság felvételében, annak ellenére, hogy Ukrajna törvényei ezt tiltják. Új alkotmány készült Magyarországon, amelyben rögzítik, hogy felelősséget visel a mindenkori anyaország kormánya a határon túli magyar közösségekért, és ez a Nemzeti Patrióta Kormány 2010-től 14-ig elsősorban a oktatás, nemzeti identitás erősítés, nemzetpolitikai alaptételei mentén dolgozott, majd 2014-től egy paradigmaváltás történt, nyugodtan mondhatjuk így, amikor is a gazdasági kérdéseket helyezte előtérbe Magyarország kormánya, hiszen meggyőződésünk, hogy a demográfiai okokból, gazdasági elvándorlás miatt apadó Kárpát-medencei magyarságot akkor tudjuk szülőföldjükön tartani, hogyha gazdaságilag erősítjük meg őket. Ugye a képviselőasszony is az iménti bejátszásban tett arra utalást, hogy ez komoly probléma a határmenti térségekben, szinte mindenhol és Kárpátalján, de Magyarországon, akár Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is a szakképzett munkaerő elvándorlása, a fiatalok elvándorlása, a gazdasági szempontból hogyan lehet ezeket a térségeket ösztönözni, megerősíteni, illetve hát a kormánynak célzottan egy támogatási program csomagja is elindult a közelmúltban, amelyben a vállalkozókat segítik Kárpátalján, de délvidéken is. Így van, az első ilyen program volt a Vajdaságra, tehát a mai Szerbia területén élő Magyarságra szabott program, amely egy 3 éves programot jelent, ez 20 milliárd forintos költségvetési forrást 3 esztendőre elosztva, illetve ehhez kötődik egy kedvezményes 30 milliárdos hitelkeret. A második a sorban Kárpátalja volt, nem véletlenül, hiszen a legveszélyeztetettebb nemzetrész jelenleg a kárpátaljai. Itt egy 2,5 éves program indult el 32 milliárdos forráskerettel, amely úgy osztódik el, hogy 2,2 milliárd ebben az évben, 5 milliárd 17-ben, 18-ban és 20 milliárd forint kedvezményes hitelkeret. Itt ugye az az alapvető probléma, hogy még Szerbiával államközi szerződés sikerült kötni, hogy adó- és járulékmentes a magyar kormányzati támogatás, addig Ukrajnával ilyen nincs, és ezért nagyon sok apró munkát és plusz feladatot igényel, hogy az ukrán törvényeknek megfelelően és a magyar elvárásoknak is jogilag megfelelően tudjuk lebonyolítani a programot. Hogyan segítheti ez a kinti vállalkozásokat? Természetesen bármilyen nagy összegről is van szó, ez nem oldja meg Kárpátalja súlyos gazdasági problémáit, de arra alkalmas lehet, hogy mivel ez magyar közösség számára, magyar vállalkozók számára kiírt pályázatok sorát jelenti a gyakorlatban,
hogy ezek a befektetések, ez a 32 milliárd forint újabb befektetéseket generál. Szerbiában azt mondják, hogy 1 forint gazdaságfejlesztési pénzből még 13 forintnyi befektetés generálódik, azért Kárpátaljába örülünk, hogyha 1 forintnyiból 8-10 forintnyi generálást tudunk elérni. Vannak illúziók persze a programmal kapcsolatban, hiszen sokan azt gondolják, hogy ez egyfajta szociális támogatás, de erről szó sincs, hanem az, ami benne van a nevében, gazdaságfejlesztés, tehát semmiféle infrastruktúrális vagy oktatási vagy szociális jellegű program ide nem fér most be, hanem kifejezetten azokat a gazdákat, családi vállalkozásokat akarjuk támogatni, ami a perspektíva van, és reményeink szerint ez a szülőföldön maradást fogja elősegíteni. Nyilvánvalóan azért gondolják úgy, mert hogy közszolgáltatás fejlesztése ott szükség lenne, de hogyha visszatérünk erre a gazdaságfejlesztési csomagra, akkor a vállalkozások, a kinti kis és közepes vállalkozások hogyan tudnak élni ezzel a lehetőséggel, ezekkel a forintokkal, tehát milyen mozgásterük van, hasznosítás? Hát most zárult múlt héten az első kör ennek a pályázati rendszernek. Ez a legkisebbeknek lett kiírva, fogalmazzunk így, 3 területen, a mezőgazdaság területén, a vállalkozásfejlesztés és a turisztika területén. Ugyanis az EGAN EDE-ről elnevezett programban ezt a 3 fontos prioritást jelölték meg a kárpátaljai partnerszervezeteink, hogy itt lehetne a legtöbb embernek viszonylag kis költségvonzattal jelentős befektetéseket generálni. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az ukrán törvények szerint ilyen mikrovállalkozók, már pedig itt vállalkozókról lesz szó, akik pályáztak, csak akkor kell vállalkozóvá válni a magánszemély pályázat, hogyha nyert egyébként a pályázaton. Így 8%-nyi adóteherrel megúszunk 12 millió forintig a beruházást, és itt azért Kárpátalján 12 millió forintból azért nagyon komoly mezőgazdasági gépeket, vagy éppen fóliasátrakat lehet beállítani, vagy a falu turisztika, ami egészen szépen megindult, csak az elmúlt évek háborús eseményei miatt ragadt be egy kicsit a vállalkozás. Ezekből a pénzekből azért már egy látható eredményt kell produkálni az elsőkörös vállalkozóknak, és haladunk tovább. A célzott kormánytámogatáson túl természetesen a határon átívelő Európai Uniós programok is lehetőséget nyújtanak a Kárpátalján élő magyarság számára a jobb életre vagy jobb életvitelre, és akkor egy picit afelől érdeklődnék, illetve érdemes arról beszélni, hogy most a háborús vagy ebben a háborús helyzetben hogyan élnek kint Kárpátalján a magyarok, milyen gazdasági körülmények között, milyen a közszolgáltatás, milyenek a bérek, milyen az egészségügy? Hát karnyújtásnyira vagyunk az említett területtel itt a Nyíregyházi stúdiótól, de egy világ választ el bennünket. A honfitársaink életminősége ugyanis nagyon alacsony, nagyon nagy a szegénység, gyalázatosan alacsonyak a bérek, miközben az árak között jelentős különbség nincs. Több jelentős energia áremelés történt szeptemberben, éppen a legutóbbi. Tehát igazán elmondható, hogy a kárpátai magyarság anyaországi segítség nélkül a teljes kilátástalanság állapotába került volna. Természetesen nem kerül él ez a válság a többségi társadalmat sem. Kárpátai egyébként nemzetiségileg sokszínű, tehát ukránok, ruszinok, magyarok, románok, szlovákok és romák egyaránt lakják, és Magyarország erejéhez mérten még a többségi társadalmon is igyekszik segíteni. A határon átívelő Európai Uniós programok területfejlesztési beruházásai hogyan csapódhatnak le ezeken a területeken? Hát a szegénységhez egy óriási infrastruktúra hiány csatolódik, és nekünk van egy lehetőségünk a TISZ Európai Területi Társulás, amely az egyetlen Európai Uniós és harmadik ország, konkrétan Ukrajna között szerveződött ilyen társulás. Sem Szlovákia, sem Lengyelország ukrán partnerrel ilyet nem működtet. És ez a TISZA ETT, amely kisvárdai központtal működik, ennek az a nagy előnye, hogy ez magyar joghatóság alatt szerveződött, tehát nem kell Ukrajnában esetleges uniós forrásokat, amelyeket ez a szervezet majd felhajt és begyűjt különböző konkrét infrastruktúrális beruházásokra, nem Ukrajnába kell ezzel a pénzzel foglalkoznunk, mert ott sajnos eléggé komoly korrupciós kockázatnak lenne kitéve, itt azért Magyarországon
mint minden közpénz valamilyen úton nyomon követhető. Tehát rengeteg konkrét projekttel szeretnénk készülni, hiszen ne felejtsük el, hogy csak egyet említsek a szennyvíz és ivóvíz problémákon túl, a Tisza vidéknek a környezetvédelme, amely Magyarországot direkt érinti, sőt, hát a Dunán keresztül azt hiszem, hogy európai probléma, akár az oknoszlatina is oszivárgása Tiszában, amely tízszeresére emelkedett az elmúlt hónapokban a korábbiakhoz képest, vagy az a gyakorlat, hogy a felső Tisza vidéken még ma is települések a Tisza árterébe hordják a szemetüket, hogy árvízkor ez kimosódjon, és hát lényegében Magyarországon Tisza löknél a kiskörei víztározónál szoktuk kimerni mi magyarok a töménytelen ukrán szemetet. És ez még csak környezetvédelem, de lehetne említeni a vízgazdálkodást, vagy a katasztrófavédelemben is egy szorosabb együttműködést. Területen a katasztrófavédelemből a magyar közösségekhez köthető önkéntes tűzoltói szervezet, hiszen az állami tűzoltók azok nagyon alacsony színvonalon működnek, vagy hogy egészségügyről beszéljek, ami szintén egy azonnali orvoslandó beavatkozást igényel, nincsen megfelelő mentő szolgáltatás. Hát képzelje el, hogy szinte átlátnak a határon, akár a kvárdai kis vásárosnamény, Nyíregyház, szinte még a nyíregyházi kórházig is, és ott a egészségügyi ellátás igencsak gyenge lábakon áll. Kormánybiztos úr, köszönjük szépen, hogy eljött hozzánk. Én is köszönöm a lehetőséget.